komolyan felkészült és tényleg extrém fizikummal, szárazság és kondícióval lévő versenyző, az szerintem az kiszállodástól pár órára van. Az életével játszik, pengélen táncol. Majdnem szó szerint kinyírjuk magunkat azért, hogy véghez vigyük a célunkat. És nem ezektől növünk meg, meg a rengeteg szteroidtól. 20 éve edzek. Odafigyelek a kajámra, nagyon régóta. Szóval mindent felad meg, kapcsolatom is ráment. Ez ilyen, aki ezt választja, annak ez van, ez az első a sport. Hát én legalábbis a versenyekhez úgy állok, mint az életem múlna rajta. Tehát én akkor is úgy gondoltam, hogy ha nem így állsz hozzá, akkor felesleges elindulni. Tehát nem tudod 100%-osan végig csinálni. Ugyanúgy közben volt egy sérülésem, mindenem tovább kellett lépni. Tehát kitartás, fanatizmus, én csak azt mondom. Nem szabad letérni az útról.